Idősek köszöntése a Varró utcai idősek otthonában, Állatok világnapja a Refiben, Kerékpáros délelőtt, elismerésben részesült Elek Eszter. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírmisorát látják 2022. október 19-én 18 óra 5 perckor. Az idősek világnapja alkalmából a Varró utcai idősek otthonában Márkus Ica magyar nóta énekes és a Nóta Klub adott ünnepi műsort. Itt beszélgettünk Molnár Pál képviselővel, akinek körzetébe tartozik az otthon, arról, hogy mit jelent számára az idősek világnapja. Ma egy kicsit közösen nótáztak az ellátottak a fellépőkkel, de nem csak egy nap az időseké, hanem az év 365 napja. Minden alkalommal, nem csak az idősek világnapján, bármely ünnep van, mivel a körzetembe tartozik két idősek otthona is, el szoktam látogatni, és együtt ünnepelek az itt élőkkel. Úgy érzem, hogy közös hangot megtaláltam az idősebb korosztállyal. Azt is elmondhatom, úgy érzem, hogy várnak, szeretettel várnak, el tudunk beszélgetni, hogyha esetleg valami problémájuk van, akkor azt bátran el tudják mondani. Nem, mint hogyha igazgatóasszonynak vagy az itt dolgozóknak nem mernék elmondani, de mindig vannak olyan apró-apró dolgok, amelyeket meg tudunk közösen beszélni, és mindig megoldást is találunk rá. Igyekszünk is mindent megtenni azért, hogy az idősek úgy érezzék, hogy nem ezen az egy napon, hanem a év minden napján foglalkozunk velük, odafigyelünk rá, mert ez úgy érzem, hogy feladatunk. Ha majd mi is erdszakort megérjük, hogyha Isten is úgy akarja, akkor azt hiszem, mi is joggal várhatjuk ezt el. Ebben a korban már sok idős segítségre szorul, amit meg is kap az otthon dolgozó. Vannak, akik még fennjárók, ők sokszor sétálnak a főtéren. Öröm segíteni az idősebb korosztálynak, és bevallom őszintén, a városban is nagyon sok ismerős arcot láthatok az otthon lakói közül, ugyanis akik a Horváth Ferenc utcán, akik most ugye átköltöztek a Varró utcára felújítások idejére, sokszor találkozom mind vásárlás, mind pedig csak az utcán való sétálás közben. Az Állatok világnapja hagyomány már a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvodában, hogy ezen a napon a diákok elhozzák megmutatni kedvenc kisállataikat a társaknak. Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok világnapjának gondolata. Az október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az Állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A refisek most a templomkertben tartott bemutatóra sok négylábú kedvencet hoztak el. Így voltak kutyusok, cicák, hörcsögök, nyulak, de papagájok, halak, teknősök, pókok és egy birka is látható volt itt. A nagyobb testű állatokat a szülők, nagyszülők segítségével pórázon tartva mutatták be társaiknak a gyerekek. A Madarász Imre Egyesített Óvoda az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan az Autómentes Napon Ügyeskedj a kerékpároddal címmel vetélkedőt hirdetett 8 óvodája középsős és kiscsoportosainak. A templomkertben megtartott Ügyeskedj a kerékpároddal elnevezésű délelőtt célja az volt, hogy a kisebb óvodás gyermekek is megismerkedjenek a kerékpározási szabályokkal. A kisgyermekek részére az óvodai intézmény környezeti munkaközössége szervezett programjának célja emellett a kerékpározás népszerűsítése volt. A kicsik futóbiciklivel próbálták ki az ügyességi pályákat, amelyeken különböző KRESZ szabályokat kellett betartaniuk. A feladatok végrehajtása közben megismerkedtek a jelzőtáblákkal, azok jelentéseivel, de volt célba dobó verseny is az ügyességi feladatok között. Elek Eszterrel, a Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány elnökével beszélgettünk, aki több évtizedes, kitartó, színvonalas munkája elismeréseként a közelmúltban Karcagért emlékérmet vehetett át. A következőkben a vele készült interjúnkat láthatják.
Mai vendégünk Helek Eszter, a Karcag Testvérvárosaiért közalapítvány elnöke, aki nemrégiben Karcagért emlékéremben részesült, amelyhez ezúton is gratulálunk, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat egy stúdió beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm, és én tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ahogyan említettem, nemrégiben kapott egy hatalmas elismerést, de induljunk az elejéről, kezdjük az elején. Mit lehet tudni önről, hol végezte tanulmányait? Hát a Kisújszállási Móricz Zsigmond közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem. Érettség után rögtön elkezdtem dolgozni, majd munka mellett végeztem további tanulmányokat. Mérleképes könyvelői vizsgát szereztem felsőfokú költségvetési szakon, majd egészen soká, egy kicsit soká, 2006-ban diplomát kaptam a Nyíregyházi Főiskolán, háztartás, ökonómia, életvitel szakon, elég bonyolult a neve, és ettől, tehát ezt mind munka mellett folytattam. 89-ben kerültem a kazaki polgármesteri hivatalhoz, ott revizorként dolgoztam, elég hosszú időt, és 7 éve vagyok nyugdíjban, tehát 2015-ben jöttem el nyugdíjba. És hát itt a munka mellett kellett keresnem, mert a munka az elég száraz, és nem. Mit csinál egy revizor? Tehát mondjuk el a kereskedelmi, bár nyilván sokan tudják, de hogy mégis igen. Mondjuk egy kicsit. Hát a revizornak ugye kell a tulajdonos érdekeit képviselnie, ellenőriznie kell, hogy valóban a önkormányzatnak, hiszen az önkormányzat intézményeit kellett ellenőriznem, illetve gazdasági társaságokat is, hogy a rendelkezésükre álló erőforrást a törvény előírásoknak és a önkormányzat előírásainak megfelelően használják-e fel. Hát voltak nehéz ellenőrzések, voltak könnyebb ellenőrzések, de örömmel tölt el végül is a hosszú évek után, hogy a város becsületesen dolgozott, és a számvevőszék sosem talált kirívó esetet, példát. Tehát mindenki arra törekedett, hogy szabályszerűen is a költségvetési intézményekbe komoly szabályzatokat kell készíteni, és szabályszerűen végezzék a munkájukat. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a revizori javaslatokat, észrevételeket minden esetben elfogadták, és együttműködőek voltak az intézmények, úgyhogy én jó érzéssel gondolok vissza, nehéz időszak volt, mert azért nem könnyű, tehát ismernünk kell a törvényeket, a revizornak nagyon-nagyon. Napra készen kell ismerni mindent, és segíteni az ellenőrzött fél munkáját, tehát nem csak azt kell megállapítani, hogy mi a nem jó, de meg kell mondanunk a megoldást is, hogy hogyan lehet ezt kijavítani, hogyan lehet jobbá tenni a munkát. Ahogyan említett, azért ez egy elég nehéz pálya. Miért ezt választotta annak idején, amikor tanulta a könyvelést és amiket sorolt? Hát ez jó kérdés, pedig igazán nem voltam jó számvitelből sem, a matematikát meg nagyon nem szerettem. De valahogy a sors hozta, hogy ezen a területen kezdtem el dolgozni, és aztán valahogy benne ragadtam, nem váltottam. Végül is valahogy szerettem ezt a munkát, meg kell, hogy mondjam. Nem azt, hogy a hibát keresem, de úgy a folyamatot végigvinni, minden egyes intézmény egy új munkafolyamatot végzett, és azt megismerni, hogy hogyan csinálja, és volt egy amikor a kórházba ellenőriztem, ez egy bonyolult terület, és ezt végigvezetni a folyamatot, és megtalálni, hogy ha valami nem jó benne, vagy észrevenni azt, hogy amit kiválóan csinálnak példaértékűen, és én azt is kiszoktam, tehát kiemeltem mindig, aki példaértékűen végzett, mert nem csak észre kell venni a hibát, hanem a jó dolgokat is ezeken is meg kell dicsérni azokat, akik ezt végzik, és akkor ezáltal ők motiválva voltak. Úgy gondolom, hogy jobban sokat végezzék igen, a munkát. Említette, hogy a pályafutása hogyan alakult, de azért több területen is jelen volt, és a város érdekében is nagyon sok mindent csinált. Beszéljen egy kicsit erről, hogy a munka mellett mire jutott még ideje? Igen. A munka mellett, tehát azt éreztem, hogy kellene valami, ami úgy kikapcsol egy kicsit, és úgy adódott, hogy a 93-94-es évek körül
Győrfi István általános iskolának már volt kapcsolata Székelykereszt, Testvérvárosunk Székelykereszt Úri Petőfi általános iskolával, és ennek a csoportnak, odautazó csoportnak a tagja lehettem, és a csoportot Székelykeresztúron családok fogadták, tehát ott voltak elszállásolva az odautazók. Engem egy tanuló kislány választott a többi felnőtt közül, neki már nem jutott tanuló, és meg kell, hogy mondjam, hogy életemben először ott érintett meg maga az, hogy testvérváros, maga fogalom, illetve az a fogadatás, az a elmondhatatlanul hatalmas, barátságos, vendégszerető fogadtatás, ahogy engem ott fogadtak ismeretlenül, és pár napon, ahogy engem ott vendégül láttak, azzal nagy szeretettel, és minden családfogadónál azt láttuk, hogy nekik kitüntetés volt számukra az, hogy fogadhatták az anyaországból odautazókat, most meghatódom, és akkor ott kezdődött el valami, tehát ez a család nagyon, nagyon mélyen érintett érzelmileg, nem csak hiszen a család. Azért volt egy történelmi háttér. Igen, igen, tehát ott ismertem meg ezeket a történelmet is igazán, mert megmondom őszintén, nem volt úgy fogalmam, hogy a testvárosokban élő magyarok hogyan élnek. És ott egy rövid idő alatt, de egy kicsit bepillanthattunk a mindennapi életükbe, elmondták, hogy hogyan élik az életüket. Ebben most nem akarok belemenni, hát sok szívszorító történetet hallottam, és hallottunk, a mai napig hallhatunk, és én akkor, mikor ide hazautaztam, akkor éreztem, hogy itt oda kell figyelnem, valahogy azt éreztem, hogy oda kell figyelnem a testvérvárosokra. Igen, igen, oda kell figyelnem, és én ettől kezdve kerestem az alkalmat, hogy hogyan tudok bekapcsolódni ebbe a testvérvárosi kapcsolataiban. És hát ugye sokat jöttek a városi rendezvényekre, a testvérvárosainkból, innen utaztak oda, a kirándulások lettek szervezve, és én amikor meghallottam, hogy jönnek a testvérvárosokból, akkor hát javaslattal, illetve hát ötlettel álltam elő, és segített nekem ebben, hogy megvalósítsam, meg kell, hogy említsem az akkori polgármesterünket, dr. Fazekas Sándor urat, illetve a főnökömet, Rózsa Sándor jegyző urat, mert partnerek voltak ebben, támogatták az ötleteimet, hogy munka mellett, természetesen nem a munka rovására, de ha napközben is érinthető volt, hogy kellett valamit csinálni, akkor csináljam, de így igyekeztem a szabadidőben ezt megvalósítani, és akkor elkezdtem szervezkedni, baráti találkozót szerveztünk az ideutazók szabad programjára, akkor mozgósítottam, időzőjelben mondva, a karcagiakat, akiknek már voltak barátaik, hogy újra találkozhassanak a barátaikkal, új barátságok köthessenek. Nagyon nagy élménnyel teltek ezek a baráti estek, közös énekléssel, ajándékoztással, tehát igyekeztünk mi is azt visszaadni, amit mi is kaptunk, mikor odautaztunk, hogy szinte otthon éreztük magunkat, ha oda mentünk, és ezt mi is szerettük volna visszaadni, hogy ők is érezzék, hogy nagyon örülünk, hogy jöttek, és érezzék magukat nálunk otthon. És számtalan ilyen baráti est volt, számtalan közös esti fürdés, gyerekeket vittem, megtudtam, hogy a Bácskos udvarván nyári moravicai táborokat szerveznek, ez egy 200 fős sátortábort kell elképzelni. Akkor az én lányom is általános iskoláskorú volt, és az osztályába, az iskolájába elkezdtünk szervezkedni, és hát 20 gyermeket több éven át vittünk, természetesen voltak felnőtt kísérők, akik önként vállalták ezt, mint a szabadidőnk terhére, tehát szabadság terhére, vittük a gyerekeket táborba, egy hetes időtartamot töltöttünk kint, és hát felejthetetlen emlékkel, élménnyel tértünk az, és a gyerekek is, mert a következőben is visszajöttek, sőt volt olyan tanuló, aki már később is visszament, és úgy, mint a tábor vezetőségébe vett részt, tehát annyira nagy hatással volt rá az ottani tábori élmény. Említette a testvérvárosok közül Székelykeresztúrt, de több testvérvárosa van Karcagtelepülésnek. Igen, több, hét testvértelepülésünk van. Természetesen igazán a határon túli magyarsággal való kapcsolatainkba tudtunk többet tenni, mert
a nyelvi nehézségek a többi testvérvárossal ott nehezítették a kapcsolatfelvételt, és az odautazás, a távolság is azért meghatározó volt. Bácsós útvalva közelebb van, oda többet tudtunk menni, és hát mindig a fiatalokat mozgósítottuk, tehát azért több fiatallal mentünk, és ezt nagyon köszönöm a Karcagvárosi Önkormányzatnak, mert akkor én még a közalapítványhoz közöm nem volt, és mégis támogatta az ilyen irányú kezdeményezéseinket, illetve hát ugye voltak mellettem segítők, felnőtt segítők, akik mindig jöttek velem, és tehát anyagi támogatás is adott, az utazási költségeit mindig átadta, tehát a gyerekeknek csak és a szülőknek a részviteli díjat kellett fizetni, ami akkoriban azért kezelhető összeg volt. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, stúdiónk vendége volt, és a továbbiakban is sok sikert, és ugyanilyen lendületet kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm, és a meghívás is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!